Itt vagyunk Siófokon, jó reggelt! Ma is suhanós videónk itt lesz, a Balaton körül. Itt van az én táskám. Már készülünk az Alpok Adriára, ez egy ilyen előfutama, úgyhogy cipeljük magunkkal annyit, amennyit bírunk. Én ennyit bírok egyelőre. Megkezdtük a suhanásunkat Siófokon, a plázson megyünk át éppen. Hát nem túl szabályos, ugye, de erre megyünk, mert erre akarunk, mert megtehetjük. És mindjárt átvágódunk a bicikliútra, és akkor irány a magas part fele keletnek megyünk, a keleti medencét fogjuk megkerülni első körben. Aztán a többit meg majd még meglátjuk, mennyire bírjuk. Itt van Peti, az úti kalauz. Hol lesz az első geoláda, Peti? Ülfel is geoláda a magas parton. Magas parton. És hol lesz az első sör? Hát nekem még 100 km múlva. 100 km múlva? Bár most már csak. De kiszámolja. De kiszámolja. Eddig jöttünk. 8 kilométert. Úgyhogy van még hátra, gazdagon. Balra kell majd menni. Balra, de ez valami járdás útszakasz lesz. Stop tábla bassza meg, jó lendületen. Azt, hogy a stop tábla bassza meg, pedig jó lenne a lendület. Jó lendületünk. Bevállalod? Inkább elüssenek, mint hogy elveszítsed a lendületet. És itt vagyunk. A magas parton. Onnan jöttünk. Abból az irányból, ott van velünk szembe Siófok, az ott a benyúló rész az Tihany, és az ott Füred, erre fogunk tovább menni, itt jobbra. Most megálltunk, mert itt van egy ilyen szipi-szupi kis kávézó, Fickóla van kiírva, nem tudom, az a neve is a helynek, de nagyon jól néz ki. Peti? Ja, utána értem őket. Akkor rúgjuk meg rendesen. Ja? Akkor Balaton, sikánok, lassítók. Másik oldalon meg új építésük, lakások, nyaralók, franc se tudja, mi lesz belőle. Most fölmegyünk egy ilyen kis hídra. Ez tök szuper. Inkább a másik irány, hogy ott van a Balaton végig. Kis, nagyon komoly hídon kelünk át éppen. És a lejtő. Balaton Fűzfőd. Na most már tudom, hogy hol vagyunk.
azt hiszem itt balra fogunk menni. Igen, balra vezet az út. És elhagytuk a Balatont, megyünk Veszprém fele. Almádinál elkanyarodtunk jobbra. Most ez ilyen dimbes-dombos környék lesz. Veszprém 11 km. Jó lesz ez az út. Ez tetszik. Itt megyünk Veszprém fele, ezen a vadregényes bicikli úton. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Ott a túloldalt van ilyen domb, valami poros pince lehetett az annó. Mögöttem így lehet betekinteni. Tök szuper. Meg előre is. Peti ott megy előttem. Kicsit emelkedik. Pont annyira, hogy fájjon. Úgy. Veszprém fele megyünk, ugye előbb a táblán írt, hogy még 11 km van addig, és elméletileg ez még így fölfele lesz, igaz Veszprém? Hát, félek. Aha, igen, én is. Bemegyünk egy kis erdős részbe. Most is szép, de tavasszal meg nyáron, amikor igazán zöld, akkor még szebb lehet. Most máshogy szép. És ugye mondanom se kell, hogy természetesen végig-végig fölfele jövünk. Peti valahol mögöttem van. Nem tudom, mennyivel lehet lemaradva. A Marci, Szani és a Zsolti pedig előttem vannak. Hát őket se tudom, hogy mennyivel lehetnek előttem. Nem tudom, hogy valahol bevárnak-e minket, vagy nem. Majd meglátjuk. Aztán lehet már rég másik úton mennek, én meg full eltévedtem. Azt egy vadidegen csókát követek. Aha, láncfűrész hang, akkor tuti jó irányba megyek. Aha, ott vannak. Jóval előttem vannak. Nem sokkal, de előttem vannak egy 200-300 méter lehet. Igaz, így hegymenetben másfél óra. Még utal érem őket. Mindjárt beérünk egy településre. Hát, nem tudom, hogy ez Veszprém-e már. Majd mindjárt kiderül. Isten hozott Miskolcon! Oppá! Milyen? Szent Király Szabadján. Polgárőrség által őrzött település. Hát ezt jó tudni. Mindjárt biztonságban érzem magamat. Ó, a nagy szívfájdalom! Hát de jó kis hely lenne ez, ha nyitva lenne. Ó, Istenem! Add el a csekket! Bárcsak nyitva lett volna. Ezt most nagyon sajnálom, mert szimpatikus volt ez a sok soproni felirat. Ez tetszett, ez a kis falu. Szent Király Szabadja. Fölraktam a szivacsot a GoPro-ra. Tesztelem ezzel is a szélzajcsökkentést, mert a szél az van gazdagon a mai napon. Viszont most végre lefele megyünk. De hát tekerni kell, mert úgy fúj a szél. Ismét megpillantjuk a Balcsit. Ott van a távolba. Mindig úgy rácsodálkozok, de szerintem más is így van ezzel, mintha meglátnánk a tengert valahol.
Hát mondjuk ez tenger nekünk, a magyar tenger. Ó, rendes volt. Elenged minket. Köszi szépen. Tófej volt. Maga a bicikli útnak a minőség az fenomenális, tehát hibátlan. Csillagos ötös. Ez így. Ez így nagyon szép. Megálltunk itt egy kajáldánál. Veszünk elvitelre pizzát. Kész is. Ennyi. Hát most akartam bejelentkezni, hogy megrendeltük a pizzát. És kész is. Hát 5 percet vártunk rá. Kb. Ücsimet meg se ittam. Lejöttünk itt végig a dombon, megebédeltünk, pizzát ettünk, elvitelre kértünk itt az egyik étteremből, kiültünk itt egy parkba, azt szépen megettük, és most megint lent vagyunk a Balatonnál, Alsóörsön már, hogy a Bringa út az útnak a túloldalán megy, vagyis a vonatnak a túloldalán megy, tehát úgy érkeztünk ki erre az útra, hogy nem tudunk átmenni, mert itt ilyen felújítások vannak. Úgyhogy kicsit kell itt az autók között tekergéljünk, és akkor majd itt mindjárt lesz egy vasúti átjáró, ott átmegyünk. Elvileg megint balra van tőlünk a Balaton, ha minden igaz, most kicsit arrébb vagyunk, a Bringa út kicsit beljebb visz, ugye mert visszajöttünk itt a Veszprémi kitérő után. Hát, ami nem lett a szívem csücske, ez a Veszprémi kitérő. Amúgy maga a bicikli útnak a minőség az tényleg jó, meg még van egy-két szakasz, ami építés alatt van, és összességében az jó lesz. De úgy látnivaló az nem sok, és hát ugye, mivel orkán erejű szél volt, vagyis van még mindig, ezért negatív benyomás keletkezett bennem. De hát lehet majd egy pár év múlva visszatérek ide, és akkor újra adok neki még egy esélyt. De ott van a Nádasnak a túloldalán valahol a Balcsi. Ugye a másik oldalt meg az út. Jönnek az autók. Többiek itt vannak előttem. Én vagyok most a sereghajó. Van mindenki. Szépen összegyűltünk, összefújt minket a szél. Amúgy étterembe elvitelre nem adnak egy feles? Kinyakul vagyok a szemed, ahogy nézem az étterembe. Hát föl kell mérni a terepet. Teljesen. Majd vesztek egy üveggel. Az lesz. Bószeg. Ki ne nyissa az ajtót. Azt én nem hoztam alapos üvegbe, ezt miért felejtettem el? Hát az egy... Még át is beszéltük, hogy... Ez egy jó kérdés amúgy. El kell tudod adni két egy pálinkát. Hát figyelj, ez nyitva van, ott van, ott. Állj meg! Stoj! Mindenki! Mindenki álljon meg! Itt van a kocsma! Ott állt bent egy ember, meg ki van írva, hogy nyitva. Nagyon kellett. Ez a 4 cent víz. Olyan szomjas voltam. Újra nyerekbe. Combomat azért már érzem. Már 70 km van bennünk. Hát ez a pálinka, ez elsőre nem volt olyan finom. Másodjára se. De ellenben most, hogy fölültem a Bringára, hogy adott egy kis lendületet a következő 5 kilométerre, utána szerintem megint ki leszek fingva. Ez tök szupi ez a útszakasz. Nagyon hangulatos kis patak csordogál itt. Van itt egy kis fahíd, így átkelek rajta.
Jönnek még itt más bringások is. Az idő az most már jó, hőmérséklet szempontjából. Meg ugye most itt benn vagyok a fák között, itt a szél se fúj. Hát ez perceken belül lehet, hogy megváltozik. Hú, milyen kis eskanyar. Szipi-szupi. Ez itt már Balatonfüred, ahol vagyunk. A híd. Itt jön a bicikliút, itt megyek én is. Ó, itt vannak. Füred. Kezdődik a Tagóra sétány, azt hiszem. Vince! Kanyar, és elmenjünk majd elvileg balra be a Tihanyi félszigetre. Megálltunk Tihanyba egyet pihenni, hogy most van időm lejönni a partra, belenyúlni a Balatonba. Hát hűvös. Viszont innen közelről is ugyanolyan szép türkiszkék, mint föntről a magas partról, ahogy már láthattátok. Ha tetszik a videó, akkor ezt itt alul ne felejtsétek el kifejezni. Valamint, hogyha nem szeretnétek lemaradni a jövőbeli tartalmakról, akkor pedig iratkozzatok fel, hogyha ezt eddig még nem tettétek meg. A panoráma. Megfordultunk a Tihanynál, aztán ugyanazon az úton jövünk kifele vissza. És tartunk tovább nyugatra majd. Hát már nagyon az erőmnek a végén vagyok. Hát itt egy nagyon komoly emelkedő van még. Elfelejtettem felvenni. Elejétől fogva. Hú, már mindjárt fel vagyok a tetején. Nagyon hangulatos amúgy ez az útszakasz, igaza van a Marcinak. Csak hát a hangulatunk már nem olyan hangulatos. Hát nagyon jó illatok vannak, ilyen tavaszias, ilyen fás, nem tudom mihez hasonlítani. Petinek mindjárt megvan a 100. Úgyhogy erre jeles eseményre készülni kell. Sörrel készült, ugye? Bor ágyon készített, valami nem tudom milyen csöcse sörrel készült magának. Mennyinél járunk? 100 méter! 100 méter! Már megy a visszaszámlálás. Gyertya van nálad? Van, mindjárt. Tűzi játék, minden. Mindjárt meggyújtom. Mi az Jim Beam? Na most a sör, itt vagyunk. Itt vagyunk. Menj tovább. Állj. Állj. Állj el meg. Csak a... Megvan a 100. Úgyhogy most itt megállunk. Én oda fogok leülni a túlpartra. Toljuk el oda, és izé, és neki tudjátok támasztani a bringákat. Én beleállítom ide az árokba. Úgyhogy... 100! Egészség!
itt a, az út közepén, a nem tudom hányas út, 70 valamennyire tippelek. Igen, nem vagy, vagy inkább 700 valamennyi. Vagy 7000. Vagy 7000. Mindegy, szerintem 7-esig. Még az is lehet. Hát ennyi fért bele a balatonos suhanós videóba. Remélem tetszett, hogyha igen, akkor azt ne felejtsétek el kifejezni. Valamint, hogyha nem szeretnétek lemaradni a jövőbeli tartalmakról, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!